Hát ezért baromság. Konkrétan. A Dunaújvárosi Pentele híd a magyar útdíjfizetési rendszer egyik legpikánsabb, legneuralgikusabb pontja. Ó, és át is akarunk menni? Nem tudunk. Nem tudunk, mert nincs matricám, de még nem veszek. Jaj, de jó! Hát most esetleg a matricáról beszélünk, csak nem járt itt az agyam a bánatba. Hát be kéne akkor mennem matricát venni, az egész fuvar nem ér magyarul annyit, érted? Lássuk, hogy miért is nem éri meg. Van ugye az öreg Duna, rajta átível egy mintegy 1600 méter hosszú híd. A híd egyik fele Bács-Kiskun, a másik Fejér megyéhez tartozik. Így kettő darab megyei matricát kell megvenni, összesen 10 000 forintért. A híd amúgy impozáns látványt nyújt, azonban most ez érdekli a legkevésbé a helyieket. 10 000 forintot kéne fizetnem, de hát hogy fizessek 10 000 forintot? Meg minek? Mert van, hogy 3 kilométeres szakasz, ez az M8-nak hívják, tehát ezt át kéne minősíteni autó útnak. Nem M8, mert itt ahogy becsatlakozik az M6-ból, az M8, ez ilyen 3 kilométer az egész. És itt csak a híd tartozik, és a híd felénél már megye határ van. És ez egy nagy... Hát annyi akkor nincs benne, hogy 10 000-et fizessen nincs, az ember. Hát még 5 000 forintot sem, mert nem számít szerintem autópályának egy híd. Nekünk egy szakasz, dunaújvárosiaknak szerintem ez egy híd, nem, és ők meg egy autópálya résznek veszik. És szerintem míg átmenjünk a hídon, azért nem fizessünk 10 000 forintot. És a benzin, amit így a kerüléssel pluszba hát kell tankolnod? Nagyon sok. Hát erre vártunk évtizedekig, hogy legyen itt hídunk. Ne kelljen átmenni Földvárig. Aztán ennyi. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hello. Hello, viszlát. Egyszer Földváros 12, kiérünk az egy, innen egy 5-17. Csak hogy mennyiből jövök ki? Átmegyek, várja a hídon, ott a másik hídon, a Földvárin, az nem fizetős. Az még egy 8, az 28 kilométer, meg még visszajövünk egy 20-ast. Hú, az nagyon sok. Az 48 kilométer, igen. Mit gondol, ez mennyire átgondolt rendszer, hogy két autópályamatrica kell ahhoz, hát hogy egy hídon átmenjen valaki? Szerintem nincsen átgondolva. És a helyiek mit gondolnak erről az egész? Hát, ki vannak szerint, akadva? Hát igen. Szó szerint nem. Úgymond szerintem egy 70-80%-kal az embereknek nem tetszik. Én ahogy hallgatom a véleményeket. Ez a mögöttem látható felhajtó visz rá a Sóhajók hídjára. Itt igencsak drága a közlekedés, 10 000 forintot kell fizetni annak, aki át akar kelni rajta. Ennek megfelelően nem is sokan teszik ezt, a helyiek legjava a Dunaföldvár felé kerül, úgyhogy itt stoppolok a körforgalomnál. Várom hát, ha valaki erre jön és elvisz a hídig. Ezen minden nap azért közlekedünk, 10 000 forintot több. Így. Bács-Kiskun megye, meg a Fejér megyei. És megéri? Hát nem. Muszáj, mert itt a munkahelyünk. Hát annyi azért muszáj, mert itt a munkahelyünk így van. Sokan vannak így önök szerint, akik átjárnak dolgozni? Az összes hát autó a Dunavecsei mindenkire Dunavecsei ember körülbelül 5400-5600 lakos. Körülbelül azt mondom rá, 1500 darab autó van, személygépkocsi. Annak minden kötelező szerintem megvenni, mert átjárnak ide. Aha. Ugyanúgy környező települések, Kaposnak, Egyházi, Szauszentmáton, ugyanúgy azoknak is szerintem meg kell venni. Minden nap jár át, akkor is kórházba átjön, vagy a Tesco-ba vásárolni, ugyanúgy meg kell venni. Tehát akkor a helyiek ezt az egy elég nagy kitolásnak érzik? Hát igen. Hogyha Földvár felé kerülnének, akkor mennyivel kerülne többe a benzin? Sokkal többe kerülne. Akkor még többet kéne fizetni, mert Földváros... Nem érné meg átjárni. Akkor nem érné meg átjárni. Megyei matrica van, az egy jó ötlet, csak az, hogy az összes fizetőse tettek, hát annak, ami eddig elkerülő volt, ezeket nyilván azért építették, hogy... Hogy elkerülje, hogy a nevében benne. Kímélje a városokat, meg azokat a részeket, ahol sok autó menne. Ha az elkerülés valaha is cél volt, ez mostanra már biztosan nem teljesül. Legfeljebb annyiban, hogy a helyiek, ha tehetik, messze elkerülik ezt a hidat.